Pest Erzsébetre látogatott a Fehérvár, amely a bajnokságban nincsen túlságosan jó formában, de van már győztes mérkőzése. Itt azonban a hazaiak kezdenek jobban, a 30. percben Sós lövését kell védeni, aki megtette Tóth Balázs. Aztán jön a 36. perc, Sőnhöz kerül a labda, szépen teker, de nem volt elég erő benne, úgyhogy Jeszenszkinek is van már védése. Több meghatározó játékos is hiányzik a vendégeknél, Kalmár, Fiola vagy éppen Kodró is csak a padon kezd, és ennek majdnem meg lett már itt a következménye, hiszen a 38. percben Lutz Viktor veszélyeztetett, más kérdés, hogy a kaput nem találta el. Egy nagy bedobást követően kisebb zavar az SMTK-nál, de nem sikerült Besének a kapuba juttatni a labdát. Egy perccel később a 42-ben egy újabb vendéglehetőség, egy szép összjáték után Szabó lő, de ismételten Jeszenszky hárít. Ugyan a fél időig nem látott gólt a közönség, ez már a második játékrész. Előre vágott labda, nagyon szép az átvétel, de nem sikerül ezt sem bejuttatni a kapuba. Ezúttal Mamoudou veszélyeztetett, de annyira nem, hogy ebből gól is szülessen. Keramaku egy veszélyes tagja lehet ennek a Fehérvárnak, mint ahogyan igazából mindenki más is veszélyes lehetne, többek között Kodró is, aki azért a fél időben beállt, hiszen éreztek Zselák, hogy ez a mérkőzés nincs a zsebben. 49. percet követően az 58-ban is a Fehérvár legeredményesebb játékosa veszélyeztet majd. Érdemes figyelni, hogy milyen üresen van, kapja is a labdát, egy csel után lő, de megint egy nagyon szép védés, Jeszenszky hárít. Ez pedig már a mérkőzés 75. perce. Szépen tovább fejelt labda. Sőn indul meg. Sőn, rossz helyre. Szép a labdaszerzés. A csereként beállt Helmik mutatta be. Ez pedig egy kiváló kiugratás. Lutz lép ki, nincsen les, és be is rúgja. Vezet az SMTK 15 perccel a mérkőzés vége előtt. Lutz életének legfontosabb gólja. Korábban a Vasasban, a Reacban, az RKSK-ban játszott. A harmadik szezonja ez az SMTK-ban. És most a Fehérvárnak egy korábbi kupagyőztesnek tud gólt szerezni. És ezt követően sem az jön, amit az ember várna, hogy a Fehérvár beszorítja az ellenfelét a kapuja elé, hanem még az SMTK-nak van helyzete. Ebből azonban gól nincsen. Helmic tévesztett éppen hogyan. A fehérvári szurkolók ezt nem tudták túlságosan könnyedén és higgadtan fogadni, kisebb balhé is kialakult emiatt. A 90. percben még volt egy lehetősége a vendégcsapatnak, Sőn azonban nem találja el a kaput, és már ekkor még nem fújta le a játékvezető a mérkőzést, a szurkolók már tudták, hogy eldőlt. Az SMTK óriási meglepetésre búcsúztatja a Fehérvárt. Hogyan emlékszel vissza erre a gólra? Hát igen, a bal szélsőnk indított, belül a Fehérvár védője lesezett, emelgette a kezét, azzal nem igazán foglalkoztam, csak az volt előttem, hogy átvegyem jól, tisztán, és kapus olyan fél pozícióban volt, se nem jött, se nem maradt bent, tehát és fogtam, és előttem igazából, nem volt nagy ördöngösség. Amit mondtál a mentális vagy a kondicionális dolgokról, az pedig hát igazából szerintem jobban akartuk az ellenfelünknél, és ezért nőttünk feléjük. Nagyon örülök ennek a továbbjutásnak. Igazából úgy éreztük a meccs elejétől fogva, hogy itt lehet keresni valónk, hogy végig meccsben voltunk. Egyébként a Vidiának néha helyzetig eljutottak, de egyébként nekünk is voltak ugyanúgy helyzeteink. Hát a gólnál meg azt hiszem, hogy azt majd a videóban vissza lehet nézni, hogy ott felrobbant a stadion, itt minden benne volt abba a gólba. Az egész Pest Erzsébeti öröm. It seemed to be a typical cup game in the beginning, and when Kalmár and Kodró volt az elején, és amikor Kalmár és Kodró érkezett, akkor pedig az első 10 percben úgy tűnt, hogy el is dőlt a mérkőzés, de elég hamar megváltozott minden a mérkőzés végére. Mi történt, és hogyan látja ezt a találkozót? Elég jól leírta. Az első félidő egy tipikus kupameccs volt, a másodikban pedig nyilvánvalóan mi irányítottunk, mi kezdeményeztünk, de
De érezhető volt, hogy folyamatosan veszélyesek voltak a kontratámadásaik révén, és erről beszéltünk a meccset megelőzően is, hogy erre figyelnünk kell. És hát utána egy meccs apró különbségek döntöttek, voltak lehetőségeink, amikből be kellett volna találnunk, nem sikerült, úgyhogy utána ez elég veszélyes egy ilyen kupa mérkőzésen. Igazából az első gólt megelőzően, meg azután is mi hiányzott még. Szerintem az első fél időben, különösen az első 15 percben a meccsnek nem nyertünk elég párharcot. Azt gondolom, hogy erősebb volt az ellenfél a párharcokban. Jobban akarta megnyerni ezeket az első és második párharcokat, és ez nagy probléma az alacsonyabb osztályegyüttesekkel szemben. Beszéltünk erről a fél időben, és ezért is mondom azt, hogy szerintem változtattunk a mérkőzésen, de a végén nem voltunk elég jók. Az önbizalom nyilván egy nagyon fontos tényező a szezon ezen részében. Hogyan tudja visszahozni a magabiztosságát, az önbizalmát ez a csapat? Mit lehetett mondani egy ilyen mérkőzés után? Valamennyien ezzel kell kezdjük, hogy szégyeljük magunkat a mostani teljesítményünk kapcsán. Ez az eleje az egésznek. El kell ismernünk, hogy ez nem volt elég jó. De hát mindegy, a kupa az egy dolog, a bajnokság pedig egy másik, és innentől kezdve tényleg csak az elején vagyunk a bajnoki szezonnak, úgyhogy innentől kezdve csak erre kell koncentrálnunk a következő mérkőzésre. Az önbizalom az nem olyan, amit vásárolhatsz a boltban, a közértben, kőkeményen kell pokolian dolgozni érte minden egyes napon, úgyhogy most a karaktert, a személyiséget kell megmutatni, ezért harcolni kell. Mindent követően, hogy említette, hogy szégyeljék magukat, a szurkolók is kértek, követeltek egy-két dolgot a játékosoktól. Hallott-e bármit, mit tud mondani ezzel kapcsolatban? Nézze, a tanulók azért hetente egyszer magyarul, próbál megtanulni a magyar nyelvet, de nem én túlságosan értettem, hogy miket kiáltanak, de teljes mértékben megértem, hogy miért csalódottak. Nem tudom, hogy pontosan mi történt, de megértem a szurkolók csalódottságát. Sajnos ez most hozzá kellett szokniuk az ilyen csalódásokhoz az elmúlt időszakban, és nekünk klubként egy nagy kihívás következik, hogy megfordítsuk ezt az egészet, és újra pozitív hangulat uralkodjon nálunk, és elkerüljük ezeket a helyzeteket. A drukkerek óriási erőfeszítést tesznek, nagyon sokat utaznak, énekelnek, támogatnak minket, és értünk, egész egyszerűen nem lehet ilyen teljesítményt nyújtani. Mi lehet az első lépés az előremeletel felé? Hogy elismerjük, hogy elfogadjuk, hogy ez egy borzasztó mérkőzés volt a részünkről, és hogy megértsük azt, hogy semmit nem kapsz a labdarúgásban ingyen, ahogyan mondtam, az önbizalmat, de a három pontot, a három gólt, a szabad pontot, a szabad gólokat sem harcolnod kell, mindig 10%-kal több kell magadban, és meg kell értenünk, hogy az utolsó 10% az minden egyes mérkőzésen szükségeltetik, minden egyes meccs innentől kupadöntő számunkra.